Annyira nem is savanyunk. Dajcs Anita csatlakozott a 6. B biológia órájához, de itt nincsenek tantermek, nincs tábla, nincs kréta, könyv, csak a természet. Szerintem az nem kérdés, hogy mi a különbség a között, hogyha a gyerek az iskola padban ül, és a között, hogyha kimegy a természetbe. Mert hiába látja a biológiai albumban, hogy milyen egy virág, az egész más, ahol oda megy. És ő maga szívja a tudást ott a természetben. Alsó Mocsalád Baranya megye északi csücskében erdők és tavak ölelésében fekszik. Uniós támogatással itt egy olyan erdei iskola épült, mely a helyszín kitűnő adottságait kihasználva segíti a gyerekek tanulmányait. A diákok itt testközelből ismerkedhetnek meg az erdők és tavak élővilágával. Mivel Anita kislánya is jár erdei iskolába, szülőként tudja, hogy mennyivel hasznosabb és tartósabb az így megszerzett tudás. Ha az én lányomék elmennek egy ilyen iskolába, egy évben négyszer is elmennek, akkor mindig úgy jön haza, hogy utána hetekig mesél. Nagyon más az, mint hogyha én otthon kimegyek vele, és próbálom én megmutatni neki nyilván a természetet, vagy az, hogy egy szakértő van mellettük, és akkor az ő saját világukat egy kicsit kitágítják, és egy életre szóló élményt adnak nekik. A műsorszám és a fejlesztések támogatója az Új Széchenyi Terv.